Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Mi Hazánk Mozgalom mai sajtótájékoztatóján, itt Szeged városában, és az apropója a mai sajtótájékoztatónknak nem más, mint hogy ugye, ahogy én a választások éjszakáján azt megfogalmaztam, egy igazi csodát végrehajtva, innen Szeged mellől, Ásotthalomról, a pusztáról elindult egy mozgalom 2018-ban, amely néhány év alatt a parlamenten kívülről, alulról szerveződve elérte azt, hogy parlamentbe jutott, parlamenti pártá váltunk, pártelnökből frakció vezetővé váltam, illetve az azóta sorra születő közvélemény kutatások a Medián, vagy éppen az IDEA intézet, tehát hozzánk nem éppen közel álló közelkutató cégek felmérései szerint a legerősebb ellenzéki pártá váltunk mindössze néhány hónappal a nagy sikert jelentő választási eredményt követően. Ez minket nyilván egyrészt örömmel tölt el, másrészt pedig ez egy óriási felelősség, és azt tapasztaljuk, hogy a választások óta óriási áramlás indult a Mi Hazánk Mozgalom felé, rengeteg jelentkezés, rengeteg tagfelvételi kérelem érkezik a párthoz. Korábban két év alatt nem volt annyi tagjelentkezés, mint most. Most már közelítjük az 1000 főt a választások óta eltelt időszakban. Tehát nyilván ez mutatja azt, hogy folyamatosan erősödő, felszálló ágban lévő pártról, politikai mozgalomról beszélünk, és ennek a politikai mozgalomnak egy nagyon fontos bázisában vagyunk, ez a Szeged környéki világ, ráadásul maga Szeged Magyarország hát harmadik legnagyobb, legfontosabb városa, egyetemi központ számunkra kiemelten fontos, ezért a pártelnöksége úgy döntött, hogy újjászervezzük a szegedi tagszervezetet, hogy fel tudjuk dolgozni a számos belépési szándékot, és az újjáalakulás során az újjáalakuló szervezet alakulőülésén a tagság új elnököt választott a szegedi szervezetünk élére, nem más, mint Fakkelman István, aki itt ül mellettem, és majd ő bemutatkozik, de róla azért annyit hadd áruljak el, hogy én nagyon-nagyon régóta ismerem őt, tehát ebből a szempontból maximálisan élvezi a bizalmamat és az elnökség bizalmát, hiszen én már innen Szegedről 10 éves korom óta ismerem Fakkelman Istvánt, viszont az elmúlt években, az elmúlt 9 évben közösen is dolgoztunk, hiszen én Ásotthalom polgármestere voltam, 3-szor megválasztott polgármestere, a választások után azonban nekem le kellett mondanom erről a tisztségemről, hiszen parlamenti frakcióvezetőként már nem tudom ellátni Ásotthalom polgármesteri feladatait, viszont az elmúlt 9 esztendőben Fakkelman Istvánnal közösen dolgoztunk, hiszen Ásotthalom alpolgármestere jelenleg is, és hát majd ő elmondja, hiszen jóval előttem ő már ott volt az ásotthalmi képviselő testületben, viszont mind a ketten tőzsgyökeres szegediek vagyunk, mind a ketten Szegeden születtünk, Fakkelman István jelenleg is Szegeden él, és innen látja el az ásotthalmi alpolgármesteri feladatokat, hiszen Ásotthalmon nagyon régóta tanyával is rendelkezik. Mi azt szeretnénk ezzel az újjáalakulással, hogy mindenki számára nyitott legyen a szervezet, tehát azt szeretnénk üzenni a mai sajtótájékoztatóval, hogy ez nem egy zárt közösség, mindenkit szeretettel várunk, aki természetesen egyetért a Mi Hazánk Mozgalom célkitűzéseivel, programjával. Szeretnénk tovább erősödni, mert az a célunk, hogy ne csak az ellenzék legerősebb pártjává váljunk, hanem kormányzóképes erő legyen a Mi Hazánk Mozgalom, ugyanis azt látjuk, hogy olyan óriási világgazdasági folyamatok, világpolitikai folyamatok zajlanak, amely meg fogja erősíteni az olyan alulról szerveződő politikai mozgalmakat, nem csak Magyarországon egyébként, hanem egész Európában, sőt az egész világon, mint amelyen a Mi Hazánk Mozgalom, ezért óriási lehetőségek állnak a Mi Hazánk Mozgalom előtt. Szeretnénk ezért egy jóval nagyobb szervezetet mostantól Szegeden, és egy professzionálisan működő szervezetet, amely azonban soha nem felejti el azt a fundamentumot, azokat az elveket, elvi alapokat, amelyre ez a mozgalom építkezett. Tehát azt üzenjük ezzel az új alakulással, hogy most mindenki előtt, aki egyetért a kitűzött céljainkkal, és nem sározódott be mondjuk az elmúlt 30 év, vagy akár az elmúlt, nem tudom, 50 év politikai tevékenysége vagy küzdelmei alatt, azok számára nyitva áll Szegeden is a Mi Hazánk Mozgalom. Illetve még egy fontos bejelentésem lenne, a augusztus 2-án tüntetést szervezünk Szegeden is, ugye bejelentettük akkor, amikor a kormány a kormányinfón, ugye Gulyás Gergely
miniszter, illetve Németh Szilárd rezsibiztos először beszélt arról, hogy a rezsicsökkentést csökkenteni fogják, akkor mi azonnal bejelentettük azt, hogy demonstrálni fogunk. Én magam is kint voltam egyébként már a katásokkal is a budapesti tüntetéseken, de azt tapasztaltuk, hogy a Momentum, illetve később aztán a kétfarkú kutyapárt, tehát liberális pártok rátelepedtek a civilek által elindított tüntetésekre. Ehhez a Mi Hazánk mozgalom már pártként nem tud csatlakozni. Mi ezt eddig is deklaráltuk, hogy harmadik utat képviselünk, tehát mi nem akarunk együttműködni ezekkel a szélsőségesen liberális vagy baloldali pártokkal, illetve kifejezetten gusztustalannak tartottuk azt, hogy civilek által kezdeményezett tüntetésre egy párt rátelepedett, és amikor a rezsicsökkentés csökkentését is bejelentette a kormány, onnantól kezdve világossá vált, hogy megszorító intézkedések következnek, ezeket már máshogy nem lehet nevezni, és ezek ellen mi vidéken országszerte tüntetéseket hirdettünk augusztus 1-től. Hogy miért augusztus 1-től? Azért, mert mi nem a cirkuszban, nem a politikai showműsorban akarunk részt venni, ezért mi meg akartuk várni a részletszabályokat. Ugye 8 napig lebegtette a kormány, hogy mit jelent majd a rezsicsökkentés megnyírválása. Ma már tudjuk, hogy mit jelent. Azt jelenti, hogy az áram ára megduplázódik, a gázé pedig meghétszereződik, mind a kettőt elfogadhatatlannak tartjuk, ráadásul indokolatlannak tartjuk, hiszen a paksi atomerőmű Magyarország lakossági áramfogyasztását le tudná fedni olcsó árammal, 11,5 forintos olcsó árammal. Így aztán élünk a gyanúperrel, mivel a lakossági felhasználás mindössze az áramfelhasználásnak csak 31%-át teszi ki, hogy már megint a nagyvállalatoknak, globális cégeknek kedvez ezzel a kormány. Ez ellen mi tiltakozunk, mint ahogy elfogadhatatlannak tartjuk azt is, hogy európai szinten is kiemelten drága legyen a gázára, miközben Magyarország, a magyar kormány a Mi Hazánk mozgalom támogatásával blokkolta azokat a gázra kivezett szankciókat, amelyeket az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok Oroszországgal szemben kívánt bevezetni. Azt gondoljuk, hogy ezek után joggal kérheti Magyarország Moszkvától, és tudomásunk szerint egyébként ez már meg is történt, hogy Magyarország olcsóbban kapja a gázt, ezért elfogadhatatlan az, hogy 7-szeresére emelik a gázárat. De még egyszer hangsúlyozom, azért vártuk ki a részletszabályokat, és azért augusztus 1-től tüntetünk országszerte, mert nem a showműsor, nem az öncélú cirkusz a Mi Hazánk mozgalom célja, mint a Momentumé vagy akár a kétfarkú kutyapárté, hanem kizárólag az a célunk, hogy ténylegesen azokat a magyarokat, magyarok százezreit képviseljük, akik most nagyon komoly nehézségek elé fognak nézni. Tehát ennek megfelelően, mivel sajnos a részletszabályok után is azt látjuk, hogy szükséges a demonstráció, ezért augusztus 1-ével országszerte indulnak a tüntetéseink. Ez Szegedet is érinti, augusztus 2-án tüntetünk a Dugonis téren Szegeden, de ezek már nem civilekre rátelepedő politikai tüntetések, hanem ezt a Mi Hazánk mozgalom jelentette be a rendőrségen, a Mi Hazánk mozgalom kezdeményezi. Nyilván akik eljönnek a tüntetésünkre, tudják, hogy ott a Mi Hazánk mozgalom politikusaival is fognak találkozni. Mi ezt a tisztességes politizálás jegyében itt tartjuk korrektnek, nem úgy, ahogy a budapesti, belpesti központú liberális pártok, ahogy azt tették. Tehát augusztus 2-án hívunk és várunk mindenkit szeretettel a szegedi demonstrációnkra, ahol felszólal az újjászervezett szegedi szervezetünk új elnöke, Fakkelman István, felszólal a megyei elnökünk Baranyi László Szentestről, illetve jó magam, mint az országos elnök, frakcióvezető, és egyben, mint Szegedváros szülöttje. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és akkor átadom a szót Fakkelman Istvánnak, a szegedi elnökünknek. Nagyon szépen köszönöm, szeretettel köszöntök mindenkit, és hát az első hozzávetés az, hogy valóban én is szegedi vagyok. Szegedön születtem, és azóta is a házunk mindig itt volt Szegedön, Fölsővároson, cipőgyár mellett ott volt a mi családi házunk, és végigéltem azt, amit Szeged végigélt Szeged lakosainak egy része, hogy magánházba is nevelködött, én 3 generációs magánházba nevelködtem a Rom utcába. Utána 10 évig házasságkötés után a panelba voltunk, ott neveltük fel a gyerekeket, tehát onnan is van tapasztalatunk, és utána pedig házat építettünk először a Fodortelepen, Fodorkertbe, most pedig a Baktóba, ott lakunk, és hát ez úgy látszik a végleges is.
És hát az iskolákat is itt kezdtem, de nem túl lényegű szerintem, de a Dózsa iskola, meg mellette a Kis Ferenc Erdészeti Mezőgazdasági Technikum volt akkor a neve, így lőttem mezőgazdász, és utána tanulgattam tovább. Mezőgazdasági végzettségem van, meg mérnöktanári végzettségem van. Ezeket gyakoroltam különböző helyeken és különböző szintökön. Azt követően 94-ben kezdődött egy falugazdász hálózat szervezése, amit még az MDF kormány kezdeményezett, és így falugazdász lettem, és kaptam meg azt a homokháti részt, amit utána ásotthalom központtal centralizálódott. És ennek megfelelően, ahogy azzal a körülbelül 1000 ásotthalmival és a környékbeli mórahalom, pusztamérges üllés, öttömös vonatkozásában és rúzsa vonatkozásában is ott voltam, és teljesítettem ezeket a feladatokat. Valahogy adódott, hogy induljunk képviselőknek egy része. Az is lett, elég sok tapasztalatot szereztem, egy biztos, hogy az emberökön segíteni kell, és hogyha a mi hazánk tényleg valós problémák felé fordítja a figyelmet, már pedig ezt teszi, mint például most a katásoknak a segítése, támogatása, akkor azt tudom mondani, hogy az a szervezet, amelyik itt alakul, és a szeretet, a bizalom, és a tettvágy, és a tenni akarás egyébe kell, hogy ez működjön, akkor mind a városban, mind a megyében, mind pedig a környező településeken egy olyan hálózatot kell kialakítani, amely közvetlenül az embereknek a problémáival foglalkozik, de nem csak foglalkozik, hanem segít is. Engedjék meg, hogy egy villanást tegyek a jelenlegi helyzetről olyan vonatkozásban, hogy ugye hármas vészhelyzet sújtja most ezt a térséget, Szegedet, meg a homokháti térséget. Az első az a migráns kérdés, amelyet egy példával szeretnék csak illusztrálni. Ma reggel, amikor bementem az irodába, akkor begyütt egy Sós István nevű gazda, egy tanya gazda, és mondta, hogy csináljunk már valamit, mert a rendőröket hiába hívja, nem veszik fel a telefont, a mezőrök kimentek, de minden nap a migránsok ott mászkálnak a tanyájuk előtt, sőt a tanyájukba bemennek. Két törülközőt loptak el tőlük, valamint egy, ami a legjobban fájt neki, egy gáz öngyújtót elvittek, amitől attól tart, hogy ja Istenem, mi lesz, hogy főne gyújtsák az erdőt. Márpedig ez két alkalommal megtörtént már ebben az évben, hogy ásatthalom erdejét a migránsok főgyújtották gondatlanságból, úgy gondolom. Ez a migrációs, ennek az embernek mi próbálunk segíteni úgy, hogy akkor valamilyen védelmi rendszert alakítunk ki náluk. A másik vészhelyzet az az aszály vészhelyzet. Ezt tapasztalják biztosan, mert most, hogy a tanyák éjszakáját megcsináltuk, 42 fokra fődurrant a hőmérséklet, azt hittük, hogy leolvad mindenféle dolog, de hősiesen mind a tanyasiak, mind pedig a vendégek ott voltak és kitartottak, és teremtöttünk egy hagyományt. Annak a tiszteletére és becsületére, hogy a paraszti gazdálkodás meg a tanyasi életnek mindenféle vonása megmaradjon, különösen azért, amit majd a harmadik pontban az energiaválság fog jelenteni. Ez az aszály azt jelenti, hogy nekünk a környezetvédelem minden eszközét be kell vetni, de a legfontosabb a víz biztosítása. A harmadik az energiavészhelyzet, amelyet most ugye épp az előbb illetve képviselő úr az előbb említett. Ez odáig vezet, hogy amikor 10 évvel ezelőtt az egyik szegedi barátom javaslatára is vészforgatókönyvet állítottunk össze az ellátási zavarok akkor még fantáziált esetére, most már ez lám 10 év után ez valósággá válik, és ugye kérdés az, hogy egy panelban lakó, egy szegedi házban lakó, miként tudja lereagálni azt, ha nem lesz elég víz, vagy nem lesz elég áram. Abban a pillanatban, hogy óriási nagy balhék törnek majd ki, és azt tudom mondani, ismerve ezt a három létformát, amit a panel, a magánház és a tanya jelentett, hogy a tanyavilág az, amelyik a legnagyobb létbiztonságot fogja adni, és a szegedi barátok jelentkeznek is, hogy kinek milyen része lönne majd akkor abba az életben, amikor itt egy kicsit nehezebbé válik a helyzet. De lehet mondani még többet is ezzel kapcsolatban, a vészhelyzetükkel kapcsolatban, hiszen most a Covid-dal megint ijeszgetnek bennünket, meg a majomhimlőt is akarják ránk kereszteni, vagy bármi mást is, amelyik a térséget sújtja. Érinti Szegedet is. Mind a három érinti teljes mértékben, a megélhetést nehezíti, és ennek a segítésére a Viradat programban is
vannak, hogy úgy mondjam, gyógymódok, javaslatok. Nekünk az a feladatunk, én azt tekintem legalábbis első és legfontosabb feladatomnak, hogy a Virradat programban, amivel a Mi Hazánk választási kampányában nyert és bejutott a parlamentbe, annak a szegedi alkalmazását megtaláljam. Azokat a pontokat, amelyek itt relevánsak, mint például a feldolgozóipar. Úgyhogy azt tudom mondani önöknek, hogy megtiszteltetés volt, amikor képviselő úr fölkért arra, hogy vállaljam ezt el. Megválasztottak engem teljes százalékkal, egy többséggel, abszolút többséggel erre a pozícióra. Ennek igyekszök helytállni, és bebizonyítani azt, hogy az a program, amit a Virradat programban a Mi Hazánk mozgalom leírt, az megvalósítható és eredménnyel hasznosítható. Köszönöm szépen. Ami még Szegedet érint és nem hangzott el, és ami ugye a programunk része, az alapvetően ugye egy infrastruktúrális fejlesztés ebből a szempontból. Ugye Szegeden mi tudjuk támogatni a Szeged-Szabadka vasútvonal fejlesztését, de ugyanezt Temesvár irányába is szeretnénk a jövőben, ha ez ugyanúgy koncepcionálisan megjelenne, illetve a szegedi repülőtér fejlesztését is fontosnak tartjuk, mert nagyon fontos, hogy ha nem csak önállátásra tudna szolgálni, akár az előbb elmondott vízgazdálkodással, élelmiszeripar visszaépítéssel a szegedi mezőgazdaság, akkor abból a szempontból is, üzleti szempontból is, kereskedelmi szempontból is fontos lenne a repülőtér fejlesztése, a vasút, illetve a meglévő, így van, vasúti híd megépítése, a meglévő infrastruktúra fejlesztésével. Itt hadd jegyezzem meg, hogy a mai sajtótájékoztató is csúszott ugye 10 percet amiatt, hogy az M5-ös autópálya ismét bedugult. Én abban a szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy amióta ugye parlamentben is képviselem, most már ugye országos ügyekkel is foglalkozom, azóta nagyon sokat ingázok az M5-ös autópályán, nem mint a korábban nem ingáztam volna, de ugye most már nagyon sűrűn ingázom, és látom azt, hogy a nyári időszakban gyakorlatilag használhatatlanná kezd válni az M5-ös autópálya. Itt megy rajtunk keresztül ugye egész Európa, a nyugat-európai, egyébként kelet-európai, vagy akár mondjuk törökországi munkaerő, az mind-mind itt megy rajtunk keresztül. Most már a kétszer kétsávos M5-ös autópálya az nem tartható egyébként, tehát erre is szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy infrastruktúrális fejlesztések kellenek majd a szegedi térség számára, illetve még amiről nem beszéltünk ma, ami szintén a programunknak az egyik ilyen alapvetés, az a turisztika, mert hogy ebben is igazunk lett, ugye 4 évvel ezelőtt is azt mondtuk, hogy mezőgazdasági élelmiszeripar, önellátás, önálló energiapolitika, energiafüggetlenség és turisztika. Látható, hogy ebben is igazunk lett, hiszen a belföldi turizmus erősödik, folyamatosan erősödik. Nagyon régóta mondjuk, a Mi Hazánk mozgalom az első pillanattól kezdve ezt vállalja, hogy nem csak Csongrád, Csanád, vármegyei szinten gondolkodunk turizmusban, hanem a határon átnyúlva is, ahogy ugye Ásotthalom, Mórahalommal, Szabadkával közösen fejleszti a turisztikai régiót, például Szabadkával, Szabadkavárossal ugye közösen nyertünk pályázatot, abból építettünk kerékpárutat Ásotthalomtól Szabadkáig. Közösen fejlesztjük a turisztikai régiót, az előbb elmondott temesvári régióval szintén gondolkodhatna jobban, egyébként gondolkodik közösen Vajdasággal is, Temes megyével is, Csongrád-Csanád vármegye, de mi azt szeretnénk, hogyha sokkal több közös projekt lenne szegedi és megyei szinten is.